A mai edzésen segítségemre lesz Fanni, az ő kezében nem lesz majd súlyzó. Alapvetően azt javaslom, hogy ezt az edzést, ha van otthon, akkor súlyzóval végezzétek. Nálam amúgy egy 5 kilós van, és bőven elég belőle egy, de az sem tragédia, hogyha nincsen, hiszen akkor Fannit fogjátok tudni követni, aki nem fog súlyzót használni. Egyik oldal, zárnyit, áttesz másik oldal, zárnyit, nem fordulunk el, egyik irányba sem. Egy, két, há, föl. Hátra tesz a súly, keresztbe húz, előre tesz a súly, másik irány. Enyhén hajlítva van a könyököd. Jó, figyelj! Leenged, föl, csere, föl, hajlítsd be a könyököd. Hozd föl ide, nyújtsd ki, engedd ide vissza, és tedd le. Húz, másik, beugrasz középre, és visszaterpesz. Nem kell zenére, saját tempóban. Nem kell velünk egyszerre, úgy csinálod, ahogy neked jó. Ellentétes karláb, kitesz a súlyzó oldalra, behoz középre. Másik oldal, és most fogsz utálni, páros, és vissza. Ha ez a páros nem megy nyújtott lábbal, akkor nyugodtan csináld hajlított lábbal, jó. Gyere a könyöködre, nyújtsd meg, húzd magad előre. Hát azt gondolom, hogy ez egy hasznos 11 perc volt. Mindenképpen nyújtsál le előtte, és azt javaslom, hogy valamelyik edzés után tedd be, hogy be legyél melegedve. Ha mégsem, akkor ezért egy picit mozogj rá előtte. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a Fanninak is, hogy itt volt. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!